Üdv mindenkinek, sziasztok! Csavinyó vagyok, folytatjuk a Thief Simulatort a 29. résszel. Ugye a legutóbbi részben ismét ilyen troll munkákat végeztünk el, és ha jól emlékszem, akkor teljes mértékben kivégeztük a Greenview utcát, de mindjárt megnézzük. Így van, a Greenview utcán egyetlen egy feladatom nincsen már, úgyhogy most már csak a Richier utca maradt, illetve majd az Industrial utca. De ugyebár a Richier utca az sokkal nehezebb lesz, mint a Greenview utca, mivel a Greenview utcában ugye nincs olyan nagy védelem a házaknál, azért a Richier utcában pedig már kamerák vannak, meg mit tudom én, mindenféle más védelem, ami miatt sokkal nehezebb lesz, úgyhogy egyelőre én el fogok fogadni kettőt, tehát a Reed lakásnál szét fogjuk törni a kerti törpét, érdekes, aki érkezik, illetve a 204-esben pedig szét fogjuk törni a régi órát a folyosón, szóval 201 és 204. Ezt el is fogadtuk. Hát kell nekünk a Stilio Forums, és itt a Richie R. Oké. Hát akkor ugye ezeket már annak idején lekértük. A kapunyító, hát az szerintem nem fog kelleni, ezek meg nem olyanok, amik nekem kellenek. A 204-esnél sincs olyan információ, ami nekem esetleg segíthet majd. Itt ugye inkább csak a különböző zsákmányok vannak. Úgyhogy akkor Richie R utca. Na, akkor én most lefekszek ide. És alszunk egy este. Legyen egy este 19 óráig, hát ez egy rövid kialvás volt. És már is az éjleple alatt elmegyünk a 201-esbe. Méghozzá a jó kis Richie R utcába. No, itt is vagyunk. A 201-es pedig kapásból ez az épület. Úgyhogy én meg fogok itt szépen állni. Ott is van egy kuka egyébként. Úgyhogy innen kiszállok, és már most kinyitom. Arra az eset, hogyha bármi kellene, viszont itt... Igen, itt fel tudok mászni. Őt kell széttörni, csak őt, és őt nem. Ő meg fogja úszni. Ott is van egy kerti törpe. Aha. Szóval akkor ezt a kettőt kell. Jó. Viszont itt vannak kamerák is. Amivel az a baj, hogy a kamera az pont a kerti törpét nézi. Az még egyszerű lesz, de az viszont nem. Tehát nekem a kamerákat mindenképpen előbb ki kéne iktatni. Jó. Oké, na már benne is vagyok. Ezt szépen feltöröm. Hát ez még a hagyományos zár. El ne törjön, mert nincs nálam több ilyen kulcs. Ez az. Jó, na most azt nem tudom, hogy innen mikor mennek el a kedves lakosok. Most itt ez a probléma. Itt is van egy kamera. A kamerákat ki kéne iktatni, viszont nekem ahhoz be kéne jutnom ide a házba. És remélem... várjunk. Azért ezt csak becsukom. Ha valaki eljönne itthonról, akkor ne vegyen már észre. Jó, na nézzük csak. Aha, üvegvágókés. Itt nem fog tudni bejutni semmiképpen, mert nem hoztam el magammal már megint. Most menjek haza érte, vagy próbáljak valahogy másképp bejutni. És ezek a főbejáraton. Várjunk, átrohanok ide. Oké, gyorsan feltöröm, legalábbis megpróbálkozok vele, remélem, hogy sikerülni is fog. Na így. Jaj, nem mondod! Ó, nem már gyerekek! Jó, oké, akkor a kukába bujkálod, tolvaj! Hol a kuka, hol a kuka? Ne csukd be! Észre fognak venni! Észre fognak venni! Hát ez egyértelmű volt. Na se baj, legalább most láttuk azt, hogy igazából tényleg nem annyira egyszerű ide bejutni. Főleg így, hogy az üvegvágó kés sem volt nálam. Most menjek érte haza? Lehet, hogy sok időt megsporolnék, úgyhogy lehet, hogy inkább hazamegyek, gyerekek. És inkább rászállom azt az időt, hogy hazajussak, mert ez így nagyon nem lesz jó. Úgyhogy hazamegyek az üvegvágóért. Na igen, csak most azon gondolkozom, hogy nincsenek-e üvegvágás ellen védve azok az ablakok, mert ha igen, ott az üvegvágó, akkor viszont nem tudok bejutni, mert akkor a riasztó meg fog szólalni mindenképpen. Hát mindegy, ez majd kiderül, amint visszaérek. Na nézzük, riaszt vagy nem riaszt? Nem riaszt. Oké. A kamerákat vajon hol tudom kiiktatni? Ez itt a nagy kérdés. Az a kapunyító, de nem az kell. A kamerákat nem tudom kiiktatni valahol. Ez csak a kapunyító kapcsoló. Nekem az se kell. Mindenképpen úgy akarom megoldani, hogy ne legyen riasztás. Tehát most be is futhatnék nyilván oda a kamera... a kamerához.
Ajaj! Oh my god! Ezt láttátok? What? Jó, hány óra van? 22-kor ér haza a csávó. És ez nem vett észre? Á! Jó gyerekek, ezt megpróbálom feltörni gyorsan. Ez kell. Ez kell. A piros. És ez a kék. Nem, ez már nem is kellett. Oké, gyerekek. Na, ez megvolt. Akkor itt most szépen ki fogok mászni az ablakon. Ha már ekkora mákon volt, nem tudok kimászni az ablakon. Mert a redőny. Ó, a francba. Jó, semmi gond, gyerekek. A csávó most hazaért, szóval valószínűleg nem fog megint elmenni itthonról. Úgyhogy talán lesz időm ezt feltörni. És így. Nem, jön haza valaki, gyerekek. Basszus. Ezt nem mondott komolyan. És észrevette, hogy feltörtem az ajtót. Szóval 22 és 23 órakor hazajönnek. Hát gyerekek. Jó, most nem arra futok, most elfutok ide a ház mögé. Jó, nem baj, már megint előrébb vagyunk azzal, hogy legalább tudom, mikor jönnek haza. 22 és 23 óra környékén. Viszont egész korán még... Ne, adja békén! What? Jesus! És akkor most megúsztam? What? Most komolyan így úsztam meg? Na jó, gyerekek, ez elég érdekesen alakul. Akkor megint alszok egy este 9, 19 óraig, és visszamegyek oda a házhoz. És most már legalább tudom azt, hogy sokkal, de sokkal hamarabb kell ott a dolgokat elintézni. Tehát eleve a kamera kikapcsolásra fogom kezdeni. Viszont most már nem fog azzal menni az idő, hogy haza kell jönnöm az üvegvágóért. Szóval gyorsan Richier. Jó, itt megállunk. Jó, megállunk, ezt azért kinyitom. Ki tudja, hát ha mégis a keles esetleg valamikor. Gyors, feltörjük. Ez meg is volt. A kamera... Nem érdekel a kamera, gyors bejövök. Üvegvágó. Kinyitom, most jelenleg senki nincs itthon, úgyhogy... Ezt ki tudom iktatni gyorsan. Na szóval, sárga. Sárga. Az a kábel oda megy. És ez a kábel meg oda megy, és kész. Jó. Gyerekek, ez meg is volt. Itt szépen ki is mászok. 22 óra az még messze van, ezt becsukom azért. És akkor gyerekek. Piszkafa! Na. Egy törpe. Jó. Igaz, azt már nem kellett volna széttörni, de ezt is széttöröm. Jó gyerekek, ezt nagyon gyorsan a munkával megoldottam. Ezeket becsukom, mintha mi se történt volna. Ezt elteszem. És ez a munka el lett végezve. Nagyon király. Oké, úgy gyerekek. És hány óra van? Még csak 8 óra múlt. Jó, elmegyünk a 204-esbe, ami most nem is tudom, hogy merre van. Itt van a 204-es, gyerekek. Itt van a 204-es, na ez most melyik épület? Valami rémlik, de nem mernék remegesküdni, hogy most itt nem keverem össze valamivel, úgyhogy eljövünk ide. Itt szépen megállunk, és akkor megnézzük, hogy itt mi van. Egy kuka már van, azt tudni, ezt ki is nyitom. És akkor el kellene jutnom oda. Aha, tört szét a régi órát a folyoson. Itt nem tudok beugrani? Esetleg egész véletlenül? Ah, nem, sajnos nem. A furgon tetejéről meg tudnám egyébként oldani. Vagy várjunk? Kukáról is esetleg? Vagy ez teljesen esélytelen? Hát, becsukom, esetleg úgy. Na. Bejutottam, gyerekek. Az a baj, hogy megint le vannak húzva a redőnyök. Ez itt a problematika. Az a baj, hogy a kamera is ott van. Pont az ajtót világítja meg. Viszont akkor ez most az az épület volt, ahova nekem nappal kellett volna visszajönnöm? Vagyis nem visszajönnöm, hanem ide jönnöm, mert hogy... Azt hiszem ez volt az az épület. Így van, mert itt mindenhol le van húzva a redőny. Ott még van valaki, ráadásul. Meghallott, nem érdekes. Nyugodj meg. Ó, basszus! Mi az Isten volt ez? Jó gyerekek, nem el fognak kapni. Itt el fognak kapni. Belemetem egy kamerába, vagy mi, amit nem vettem észre korábban? De ha most itt volt egy kamera. Nem!
Nem! Oké, na akkor most az van, hogy én eljövök egészen erre, és megnézem, hogy ott nem vettem, tehát ott hagytam-e egy kamerát, vagy mi az Isten vette észre, mert nem tudom. Ja igen, a kamera. És az a kamera komolyan észrevett. Ezt tényleg korábban nem vettem észre, ezt a kamerát. Lehet, hogy nem is jártam az épületnek, vagy ennek az egész ingatlannak ezen a részén akkor. Mondjuk valószínű, mert a többi kamera pedig ugye már láttuk, hogy merre néz. Most is lehet látni. Ajaj, szevasz. Na várjunk, itt most simán bejuthatnék. Csak az a baj, hogy az ablakokon úgysem tudok bemászni. Szóval, akkor az van, hogy valószínűleg reggel 9 óra környékén fogják felnyitni, vagy felhúzni a redőnyöket. Szóval akkor én most keresek egy parkolót, és alszok mondjuk reggel 8-ig, hát nem tudom, hogy merre van itt van a parkoló. Szóval alszok egy reggel 8-ig akkor, és kilépés. Na most akkor elvileg, innen nem látszik a redőny. Már föl van húzva? Ó, király. Jó van, gyerekek. Akkor kukán keresztül fog bemászni. Ha már egyszer sikerült, akkor most is sikerülni fog, még ha nehezen is. Ez az. Nem tudom egyébként, hogy azt hiszem van ilyenkor valaki itthon. Úgy emlékszem, hogy ilyen nappal tájban is volt valaki itthon, viszont ebbe a szobába nem jöttek be. Jó. Gyorsan üvegvágóval szétvágom. Gyerünk már! Gyerünk már! Ez az. Jó. Na most tényleg nem tudom, van-e itthon valaki. Vagy sem. De szerintem egyébként voltak itthon. Nagyon remélem, hogy nem fog belebotlani senkibe is. Várjunk! Távolabb jövök. Aha, igen. Szóval itt van mindjárt kint, az ajtó mögött. Jó. És itt az óra. Meg is van. Jól van, szépen becsukom. Ezt eltesszük. Jól kimászok. Jó. Jó. És már mehetek is tovább. Ajaj, valaki figyel. Jó, oké. Úgy gyerekek, ez veszélyes volt. Az a baj, hogy most tele van járókelőkkel itt minden. És kimászni pedig itt nem fog tudni semmiképpen, mert nincs amire rámásszak. Na mindegy. Jó, egyenlőre elbújjak ide. Igen. Ott most elmegy egy járókelő, amire nézek. Jó, a kamerát ki kéne kerülni. Jó, gyorsan. Valaki nagyon néz. Megvan. Ó, gyerekek, megvan. Ja, parkoló, persze. Oké. Jó, gyerekek, ez is megvan. Oké, na akkor. Mivel ezek, hát azt nem mondom, hogy annyira egyszerű munkák voltak, de viszont ahhoz képest gyorsan végeztem velük. Ezért most én szépen hazamegyek. És kérünk egy újabb munkát a számítógépről, egy ilyen rend a tug munkát. És megnézzük, hogy azzal hogyan fogok boldogulni. Picikét megcsúszott az autó. Na szóval. Itt kell erre. No. Akkor ismét laptop, rend a tug, és akkor Richier. Na és akkor itt van még 1, 2, 3, 4 darab. Ez itt, szerintem akkor ezt fogom elfogadni, gyerekek. Szóval akkor Butler család, a kerti törpe, és még egy Butler család a régi óra a folyosón. Ez érdekes. Most megint kerti törpét, illetve megint régi órát kell széttörni. Rendben van. Ezt elfogadtuk, és akkor a 202-es lakásba most elhúzunk, hogy a Torres lakás is lekérjen még? Nem, elég lesz ennyi. Elég lesz ennyi, szépen visszamegyünk, és elmegyünk a 202-esbe, és elvégezzük az ottani feladatainkat. A 202-es itt van, gyerekek. Vagy nem? Jaj, az erődítmény! Ez a 202-es, aha! És, ja, hát itt fel tudok mászni. Ó, gyerekek, ez a legjobb. Itt be tudok mászni. Viszont nappal van. Viszont nem annyira gáz. Mert a kinti kamerákat már látom. És igen, a kerti törpés lesz az. Szóval a kinti kamerákat már látom. Kívülről nem igazán látnak be, csak itt ezen a rácson. De hát arra majd figyelünk. Gyerekek, én most megpróbálkozok vele. Megoldva. Jó van.
Ez egyszerűbb eddig, mint hittem. És érdekes, hogy ezt a házat én nagyon szerettem annó kifosztani. Na most ő elmegy arra. És teljesen jó. Ide jövök. Ezt már csak föl kell törni. Ez a sima, egyszerű verzió. És eltört. Nem baj, van nálam egy tartalék. Jó, ezt szépen kinyitom. Fogom ezt is, szépen széttöröm a kerti törpéket. Na gyerekek, akkor... Egy, kettő. Jaj, szegénykéim. Hát, nagyon rosszul jártatok. Na jó, ez meg volt, gyerekek. Ez igazából nem volt egy túlságosan nehéz dolog. Jó, az őre elmegy arra, szerencsére. Bement a házba, viszont nem tudok ott mögött elmenni, vagy legalábbis nem próbálnám meg, mert bármikor kijöhet. Úgyhogy most picikét itt várakozok, amíg nem módosul valamelyest az őrjáratának az útvonala. Ez az, gyerekek. Erről van szó. Na, ezt mondtam. Erre gondoltam én is. Ez az. Megoldva. Egyébként így be is tudnék mászni. Itt van bent bármi? Nincs semmi. Jó. Gyerekek, ez megoldva. Ez sokkal egyszerűbb volt, mint én hittem. Ja igen, és itt pedig ki tudok ugrani. Ugye mászni az be tudok. De kimászni az már nem. Az meg a kicsit gyanakodik. Itt zörgök össze-vissza. És ennyi, gyerekek. Kész! Jó, szóval hátra megyek. Mert itt ott másztam be valahol. Most már emlékszem. Valahol itt beugrottam. Aha! Hát hogy ne? Aha, persze. És azt most komolyan így akarom? Nappal? Ezt tényleg nappal szeretném csinálni? Próbáljuk meg nappal? Nem, nem próbáljuk meg nappal. Szó sincs róla. Alszunk egy jót. Elmegyünk a parkolóba. Na, itt a parkoló. Igen. És mondjuk alszunk egy. Meddig aludjunk? Ja, hogy már mindjárt este van. Jó, akkor legyen egy 19 óra helyett, legyen egy 20 óra alvás. Megint csak visszaállok a repkényhez. Hogy? No! Igen, és akkor most van az, hogy... Igen, na ez így már ismerősebb azért, mint nappal. Ugye annó, amikor itt voltam, akkor is este volt. Ott a kamera. Viszont akkor itt erre el tudok jönni, és ott van egy őr. Viszont ott, ahol az őr megy, ott én fel tudok menni. Igen. Na most ez az őr ne vegyen engem észre, mert akkor hülyét kapok. Menj már el innen. Úgy-úgy. Jó, és most szépen itt fel tudok jönni. Igen. Az ne lásson meg semmiképpen. És akkor elvileg ez az ajtó, ez nyitva van, legalábbis korábban nyitva volt. Ahogy most is. Nagyon király. Akkor már csak le kell mennem a folyosóra, az alsóbb szintre. És akkor gyors egy ütéssel szét kell törnöm az órát. Hát igen, csak az a baj, itt vannak kamerák, és hol volt az a kamera kapcsoló panel? Ja, az amarra volt, aha. Jó, akkor elmegyek. Ajaj, ajaj. Jaj, ne. Bakker, ne! Nem, ez nem jó így. What? Nem vesz észre. Oh my gosh! Na jó, szóval ezt most elkapottam. Nem számítottam rá, hogy fel fog jönni, már pedig tudom, hogy ez nem fel fog jönni, hanem hogy eljön arra. Már pedig nagyon jól tudom, hogy ez arra szokott mászkálni. Most meg is állt ott, így van. Jó, na majd most, amikor elmegy arra, így van, na akkor majd most. Szóval szépen erre eljövök, és ott a kamerákat ki fogom iktatni, de már jön vissza. Ez itt nem jó. De most kiment. Ah, király. Jó, akkor majd most, gyerekek. Gyors kamera kiiktatás. Igen, a zöld oda, meg ez a zöld. És kész. Jó. Most már csak le kell mennem. Szóval ő ott van, a másik amott van. És akkor most tiszta a terep, gyerekek, mert ide tudok jönni, és... Meg is van oda a probléma. Na most az az őr átment oda, tényleg? Nem gond. Valószínűleg el fog majd jönni visszafele. Már jön is. Én pedig el tudok ide jönni, úgyhogy ne vegyen észre. Fölfele nem fog jönni elvileg. Na most elmegy arra. És szerintem itt a lehetőség. Vagy nem.
Kamerák ki vannak lőve, tudjátok mit, én most rohanok, mint az állat. Ó, hát sima ügy. Ja, várjunk. Aha, csak amíg bemászni be tudtam, kifele már nem fog olyan könnyen menni. Mert nincs olyan magaslat. Akkor mindenképpen a főbejáraton kell kimennem. És most már beugrott, hogy annak idején, ha jól emlékszem, akkor a garázsban volt egy kapunyító kapcsoló. Jó, akkor visszajövök. Visszarohanok pontosabban. És most, amit tiszta a terep, le is tudok itt menni. Elod a garázsba, és akkor itt van elvileg a kapunyító kapcsoló, ugyebár? Igen, a kapunyító az itt van. Csak ez most túlságosan közel van, és meg fogja hallani, tudja Zapit? Hajja! Ezt én most szépen fel fogom törni. Még nem merem megkockáztatni. Bár így lehet. Ajaj. Na végre. Ez most zenei szülés volt, gyerekek. Jó, most ő elmegy arra, és amikor ő is elmegy arra, akkor elvileg ezt ki tudom nyitni, így van. Aha, csak ez most nem biztonságos. Ezt kinyitom. És utána kéne menni valahogy. Vagy várjunk? Van még egy megoldás, gyerekek. Hát most ugrott be, hogy ezt hogy csináltam meg korábban. Hát csak föl kell jönni az emeletre, és itt ki tudok ugrani. Hát persze! Persze. Így van, mert ő arra van. Fogom magam. Szépen kipottyanok, és már jövök is el. A kamerákat ugye kiiktattam, szóval nyugodtan jöhetek, és semmi gond nincs. Én meg így szarakodok az ajtóval, vagy a kapuval. Hát igen, régen jártam itt, és nem igazán ugrott be, hogy ezt akkor annak idején így csináltam meg. De már meg is van. Széttörtem a kerti törpéket, illetve széttörtem az órát is. Úgyhogy most már nagyon király vagyok. Mehetek vissza a kocsimhoz, és mehetek szépen haza pihenni. Na, egy alvás gyorsan, csak hogy el legyen mentve tutira a játék, bár szerintem akkor is el van mentve, amikor kijövök a városból, sőt, szinte tuti. De azért így biztonságosabb. Oké. Na, hát akkor a következő alkalommal, gyerekek, a következő munkák maradtak hátra, ugye rend a tug. És akkor a Ricsi erből még ez a két lakás van, a 205-ös, illetve a 206-os. Szét kell törni, illetve el kell lopni az ívelt tévét a második szintről, hát nyilván széttörjük, illetve tört szét vagy lopd el a nőstény oroszlán festményt. Illetve az Industriál utcában is vannak ilyen jó értékes melók, mint a szoborszállítmány a konténerekben található. Itt most szét kéne törnöm, mert itt igazából annyira nem írja. Na mindegy, pusztítsd el a motort a műhelyben, pusztítsd el a fontos számítógépet az első emeleten. Jó, na, akkor ez lesz a következő részben. Most viszont ebben a részben ennyi fér, srácok. A következő részben akkor onnan fogjuk folytatni, hogy azt a maradék pár munkát még megcsinálom. Az lesz a 30. rész, ugyebár, és akkor szerintem azzal, mint utolsó rész, egy időre le fogom zárni ezt a sorozatot, hiszen még újabb frissítés nem jött ki, újabb munkák már nem igazán lesznek, úgyhogy sajnos ezt kénytelen leszek lezárni, ezt a sorozatot. Most nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ha ezt még nem tettétek meg. Még egyszer köszi a figyelmeteket, sziasztok!